Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás február 4-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt most megnézzük a kártyáknál. Ezen a képen látható a 4-es szám, és az arra utal, hogy neki szüksége van most a biztonságra. A képen az érmék láthatók, tehát fontos az anyagi biztonság, a munkahelyi helyzet. De az érmék utalnak belső értékekre is, és ez lehet, hogy szüksége van a biztonság érzetére a párkapcsolat területén is. Ez a hölgy a képen mutatja az ő állását, és ő fogva szeretne tartani valamit. Ez arra utal, hogy vannak félelmek. Lehet, hogy nem érzi jól magát a munkahelyén, de az anyagiak miatt marad. Ő most fél attól, hogy elveszít valamit vagy valakit. Ez a kép arra is utalhat, hogy ő most megsértődött, és olyan, mint egy kisfiú makacs. Most bepillantunk az ő érzelmi világába. Ezen a képen látható a csillagkép. Az lehet, hogy őt érdekli most az asztrológia, vagy egy spirituális terület, de jelenthet mást is, mégpedig a szerencsét és a belső egyensúlyt. Erre utalnak a korsók. Az egyik korsóból arany folyik, az mutatja a nap energiáját, a másik korsóból pedig ezüst folyik, és utal a hold energiájára. Az, ami számára tudatos, az a nap energiája, vagy az öntudata, az hold energiája, a férfias energia, az a nap, a nőies, az a hold. Itt megvan nála most a belső egyensúly, ez a nyugalom és harmónia. A következő kérdés az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ő kezébe veszi a dolgokat. És mit tart a kezében? Ez az arany érem. Az utal az anyagiakra, a munkahelyére, a biztonság érzetére, de a belső értékekre is. Te értékes vagy számára, és ezt közölni fogja. Ez az arany érem szimbolizálja a föld elemét, és az utal reális dolgokra. Tehát amiről ő álmodozik, ahogy ő elképzeli ezt a kapcsolatot, ő ezt át szeretné élni. Ezek nem álmodozások, hanem tettek. Lassan mennek előre az események, de lesz mozgás. A tettek embere. És most megtekintjük azt, hogy mi a napi energia. Ez a medve mutatja az erőnket, vagy az ő erejét, vagy a te erődet, vagy mindkettőtökét, te adsz neki erőd, vagy ő segít neked. De ez jelenti a belső erőt is, hinni abban, hogy minden jóra fordul, pontosan úgy, ahogy mi ezt elképzeljük. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. Ha asztrológia nélkül kéritek, akkor a díjam 3500 forint. Ha asztrológiával, ahol összetudom hasonlítani kettőtök horoszkópját, akkor a jóslás 8500 forintba kerül.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!